A műsor támogatta az Elements Budapest. A nyúlketrecbe, a disznóba, szarba, húgyba tartott kutya, az nem fog tudni normális egészségügyi állapotú kölyköket produkálni. Hogy én majd úgy találok az utcán egy kutyát, és akkor nem tudom azt mondani, hogy nem viszem haza, mert muszáj lesz őt megmenteni. Csak azért érdekelne, mert ugye egy mentett kutyáról van szó, tehát amelyik már nem kicsi kölyök, ként szocializálva nőtt mellettetek föl. Kéne egy kutya a státuszszimbólumként, nincsen pénzem rá, ezért megveszem a szaporított kutyát, ami egyébként nem is tekinthető sok esetben fajta tisztának. És például Doberman és Labrador fajtákból azonosítottak egy narkolepsziáért felelős gént. Igen. Nagyon nehéz dolog egy fajta tiszta kutyát úgy tenyészteni, hogy az utódok tényleg egészségesek legyen. Az emberek többsége úgy szeretne fajta tiszta kutyát, hogy úgy kinézetre, vagy úgy a ötmondatos leírásban most. Sok esetben azt látom, hogy a szaporítóknak a léte, maga a szaporítás az egy legitimizált dolog, mondván, hogy ha valaki egy fajta tiszta kutyát szeretne, és nem engedheti meg magának a tenyésztőt, akkor miért ne vehetne egy szaporítótól 30-40 ezer forintért kutyát?